Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a karanténvlog, és aki a remek hétvégét teljessé teszi, az nem lesz más, mint Dobrev Klára. A demokratikus koalíció napról napra erősödik, egyre többen vagyunk, politikusok is, támogatók is, szavazók is. De itt lesz Karigeri is. Bennem nagyon súlyos kételyek vannak, hogy a rendőrség jó helyen keresi a testest. Jakab Petike, mert már régen volt. Ha lenne életképes ellenzék a pályán, akkor Orbán Viktor most finoman szól és izzadna. És egy bősz hazaáruló Cseh Katka. Számomra az európaiság az pont annyira az identitásom része, mint az, hogy magyar vagyok. Tartsatok ma is velünk! Ki más adhatná meg az alaphangot, mint Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára, az ország, a világ és az egész világ egyetem megmentője. Hát ez mekkora volt? Nem, ez nagyon rossz vicc volt! Nem volt az. Gyurcsány Ferenc azt írta, hogy tegnap Dobrev Klára megadta, amit ígért, a reményt. A remény jó dolog. Talán a legjobb. Na most ezt a reményt, hát 2010, 14, 18, 22 már nem először adja vagy adná meg az ellenzék. Ez most már lehet, hogy kevés. Hát attól függ, hogy mit hívunk reménynek. A remény az... az nagyon szükséges ahhoz, hogy az elégedetlenségből, ami az országban megvan, abból ellenállás legyen. Lépj egyet hátra, és szó szerint baszd arcom magad! Amíg nincs ellenállás, addig nem lesz kormányváltás, és nem fog megbukni az Orbán rendszere. Mi vagyunk a Judeai Nemzeti Front. Elit öngyilkos alakulata. Megmutattuk nekik. A hülye buzik. Ja, hogy ez a híres demokrácia. Az egész csapatotok a béka segge alatt van, jönnek a demagók, kamudumák, a mézes madzagok, és persze végre újra itt a fenyegetés. Mert hogy ha már demokráciáról beszélünk, az ugye tényleg olyan, hogyha nincs elég szavazód, akkor jön az ellenállás. Így nyugszol bele abba, hogy nem te vagy hatalmon. Igazi bolsevik megoldás. Ja, és persze, ha ellenállás, akkor nyilván jöhet az erőszak is. Ők ilyenek, és soha nem változnak. Dobrevék, na de van még ott a tárban egy kicsi, azért azt nézzük még meg. Tegnap azt mondtam, hogy az ellenállás ott kezdődik, amikor nem engedjük, hogy befogják a szánkat, amikor hangosan elmondjuk, hogy mi a véleményünk. Ne áltass magad, asszony! Diktatúra ez a javából! Abszolút autokrácia, amelyben a munkásosztálynak... Megint belehergeled magad ebbe az osztály micsodába. Mert erről van szó. Azt mondtam, hogy az orvosoknak, az ápolóknak, amikor nem tudják felírni a gyógyszert, vagy nem tudják kiírni időben a beteget vizsgálatra, akkor ne süssék le a szemüket, és szégyenkezzenek, és hallgassanak. Mondják el őszintén a betegnek, a hozzátartozónak, hogy azért nem tudják, mert ez az egészségügyi rendszer, ez az Orbán rendszer, ezt nem teszi lehetővé. És most sétálni megyünk. Degenerált tuskó legyen. Kezelés adtál. Próbálok higgadt maradni, de nagyon nehéz ilyenkor. Mert hogy maga az arcpirító, hogy Dobrev Klára egyáltalán beszélni mer az egészségügyről. Ezzel a múlttal, amit a férjével és az egész brigáddal csináltak 2010 előtt. Mert akkor mi volt? Kórházbezárások. Folyamatosan a szektort tönkretették. A fizetések a béka segge alatt voltak, és soha nem emeltek. Vízidíj. Napi díj a kórházba. Hát ezek voltak a hatalmas tervek, hogy minden rendben legyen. És most akkor hergel, mert nekik mi kell? Káosz, anarchia, összeomlás. És ugye itt már elvágtuk ezt a történetet, de beszélt még a pedagógusokról, mindenkiről, hogy hogyan kell ellenállást csinálni. És akkor még egyszer. Ha van 15%-od, elértél valami semmit, de úgy érzed, hogy neked kéne kormányon lenni. Még hadd vezessek, mindenki lehagy minket, szó sem lehet róla. Különben is piász. Mi van, zsaru lettél? Tudod, milyen jól vezetek részegen? Igen, te vagy a bulisofőr, aki soha nem vezet józanul. Akkor nyugodtan az emberek arcába nézel, és azt mondod, hogy ugyan a többség közel sincs mellettünk, mert hogy mi egy törpe kisebbség vagyunk, na de mégis úgy beszélünk, mintha miénk lenne a többség. Arcpirító, undorító és igazi bolsevik tempó. De ha már bolsevik tempó, akkor tovább tudunk menni egy hatalmas arccal, aki régen volt, Jakab, aki ugyanúgy megirigyelte az ellenállást, még törpébb, még agresszívabb, odavaló ebbe a csapatba. Aláírásgyűjtés, ha sikeres lesz, mondjuk feloszlik a parlament, új választások. Jussunk már el odáig. Bejutna? Képviselőként megtehetnéd? Így politikai pályát választanál. Hát őszintén szólva sose választok anált. Jó, láttam az interneten, de nem érezném jól magam, ha pasi cuccolna, vagy én cuccolnák pasit.
Tudom, soha nem mond, hogy moha, de a kimenő nyíláson maradjon kimenő, mindig maradjon kimenő. Sose legyen bemenő. Ez nem rólam szól ez a kérdés. Tehát az a probléma, hogy nagyon sok politikus pontosan azért nem támogatja. Az ellenzéki oldalon teszem hozzá az új választás kiírását. A fideszesektől ezt várjuk el, mert hogy féltik a széküket. Én nem féltem a székemet, én az országomat féltem, az országot féltem. Mit csináltak szegényből? Kezelés alatt áll, hagyja békén. Milyen kezelés? Agya ez szívó lestrapáló, alig áll a lábára nyomorult. És pontosan azért kezdeményezünk új választást, mert mi, amikor a Néppártyán mozgalmat megalapítottuk tavaly augusztus 20-án, akkor azt a célt tűztük ki magunk el, hogy egy igazságos Magyarországot szeretnénk építeni. Hát a járatok kell a pofának, mint a szakértő lennél! Hát nem tudsz mindent! Na hát döntsétek el ti, hogy ki a nagyobb furkó, Dobreva asszony, vagy pedig Jakab. Mert hogy ellenállás, kőkemény odamondogatások, a parlament feloszlatása, ez még mindig itt tart. És természetesen semmibe veszi egyrészt azt, hogy 3 millió ember mondjuk szavazott a Fideszre, de semmibe veszi azokat is, akik mondjuk leszavaztak az ellenzékre, és akkor szépen kialakultak az arányok. Nem, most mindenki menjen a büdös francba, mert neki szarul alakult. Szétcseszte a Jobbikot, tönkretette az egész pártot, már ami maradt még belőle, egy történelmi esélyt elszalasztottak, hogy egy normális, jobboldali, nemzeti párt legyenek, ehhez képest átrakták még inkább őket a baloldalra, majd miután onnan is kiebrudalták a mamuszossal, akkor most elkezd megint itt hörögni, meg pörögni, és azt mondja a 0,5%-os pártjára, hogy akkor most osztassák föl a parlamentet, és nem érti, hogy ez még az ellenzéknek sem jön be. Ez az alak a mamuszossal, rajtuk röhög az ellenzék is, nem csak a jobb oldal, hanem mindenki. És van pofája. És ma is odament, és bilincseket rakott a Völnerre, meg állandóan ezt csinálja. Ahelyett, hogy eltűnne, vagy valami tisztességes szakmával szépen boldogulna, senki nem bántaná. De hát ők ilyenek. Ellenállás, parlament feloszlatása, és vajon mi jön még? Milyen erőszak? És akkor itt hagyd tegyek egy zárójelet. A legutóbbi karantén vlogban beszéltünk a kedves Antifa barátainkról, és érdekes módon csak ezt az egy videót máshol is, a PS-en is teljesen lefolytották. A tizedét érte el a megtekintés. Kicsit furcsa, gondolkodjunk, meg főleg azok gondolkodjanak, akik ennyire szeretik a vélemény terrort, na de a zárójel bezárva, mert hogy a sok kretén közül most éppen Karigeri érkezik, mert ő is nagyot villant a szerdai közgyűlésen. Van egy kockázat és egy óriási veszély, és ezt nem kéne ezt a hibát elkövetnünk, hogy összemossuk egymással az antifasizmust és a neofasizmust. Ez két nagyon különböző történet. Azok az emberek, akik az erőszak eszközéhez nyúlnak, nem nevezhetik magukat antifasisztáknak. Értettél egy büdös szót is abból, amit mondtad? Azok, akik például tüntetnek békésen egy neonáci felvonulással szemben, azok pedig védik a demokratikus közösségünket olyan eszméktől, amelyek ezt a hazát egyszer már tönkretették. Majdnem hánytam, de nem akartam megtörni a varást. Jaj, nem. Kedves Attila, te nem vagy akkora jellem, mint Karigeri. Elbújhatsz mellette. Mert Budapest főpolgármestere, na az aztán az igazi jellem. A békés antifasiszták. Hol vagyunk a 60-as években? Mi ez az idióta szarság, hogy oda visszamegyünk és visszanyaljuk magunkat? Hát persze, az aztán igazán békés. És ők, akik a vörös csillagot használják meg a sarló kalapácsot, azok talán a legjobb fejek. A demokrácia őrei. Hát erről szoktál te mindig beszélni a haverokkal. Mert ugye Horogkereszt ellen vörös csillag és sarló is kalapács. Ez a békés megoldás. Szélsőségek ellen szélsőségekkel. És azt mondod, hogy ez a rendes dolog. Úristen, hogy nem sül le a pofádról a bőr ilyenkor, hogy össze-vissza kamuzol, hogy mindig kened a kakit, és utána erről beszélsz nekünk, hogy itt vannak a békés antifasiszták. De amúgy ki volt az, aki a nácikkal összeállt? Hát persze, hogy te. Aki szerint semmi gond nincs azzal, amit mondjuk azok a jobbikos nácik csináltak, vagy most már ex-jobbikosok, amikor a judapestező és tetűcsúszdás arc mellé beálltál, azt lehet. És utána te foglalsz állást, és te beszélsz arról, hogy mi az a szélsőség, meg hogyan kell megvédeni az embereket. Köpedelem. Anyád barnuljon lette. És egyébként az, hogy milyen stílusban beszélsz, arról még hoztunk nektek egy videót, mert hogy a fővárosi közgyűlésben egy simán egy parkolási ügyből kiinduló rendeletmódosításnál Pokorni Zoltánnak elszakadt a cérna, és valljuk be joggal, mert hogy Karigeri megzsarolta. Hogy alszik éjszaka? Mert hogy egy egyszerű parkolási kérdés volt.
a zónák változtatása. Erre mit mond Nyeglénka Rigeri? Hát rendben van, változtathatunk ezen, arrébb húzhatjuk a határokat, de cserébe te is adjál valamit. Hoppá, mi is oda szép dolog. Na és akkor itt jön Pokorni a képbe. Isten óvja, óvjon mindenkit attól, hogy maguk hatalomra kerüljenek. Egyszer. Az, amit itt csinálnak, az vérlázító. Vérlázító. Így működni, így zsarolni, így visszaélni, azzal a csöpnyi hatalommal, amit adott a nép a maguk kezébe, az fölháborító. Nem tudok mit más javasolni. Ha van egy cseppnyi jó érzés a főpolgármester úrban, akkor azonnal visszavonja ezt a javaslatát. Mert ez fölháborító, amit csinálnak. Na ez hogy tetszett? Azért a 12. kerület fideszes polgármestere Pokorni Zoltán ritkán szokott úgy kiakadni, de hát karrierjének ezt is sikerült elérnie. Micsoda pofátlanság. Na, ilyen most Budapest vezetése, és akkor még jó néhány dologról nem is tudunk a folyamatos botrányok mellett. De jöjjön végül Cseh Katka, ki mással fejezhetnénk be ezt a remek karantént. The devastation and suffering is unimaginable. And how do Europe's illiberal populists respond to that? They veto humanitarian aid to Ukraine because they want to extort money from the EU. The way he's talking about Ukraine is scandalous. Behívom a gorilla bátyámat, aztán megbasz téged seggbe, azt mehetsz vissza kutyafodrásznak, köcsök. And so what I see on the social media is that more and more people are saying, what is Orbán doing inside the European Union by only helping Putin and Russia? That's naturally not a fair question for the Hungarian people, because the Hungarian people don't deserve this. Bocsánat, uram, hogy így kimondom, de ezektől a buziktól majd kihányom a belemet. Hát ha van aljasság, akkor természetesen ez az. Cseh Katka lógó nyelvvel, popsitnyal, és milyen embereknek, és mit képvisel, és folyamatosan rikácsol Magyarország ellen. De egyébként ez a hatalmas arc, ez a foghíjas szemét Verhofstadt lassan elfelejthetné már, hogy folyamatosan a magyarokba törli a lábát. Mert hogy ha Ukrajnáról milyen botrányos módon, meg borzalmasan beszél Orbán Viktor, akkor talán miért felejtjük el a kárpátaljai magyarokat, akiket hosszú évek óta vegzálnak az ukránok? Nem a háború óta, nem Orbán Viktor miatt, hanem jóval korábban ezek a nagy európaiak. Azok, akik egyébként azt mondják, hogy 3 nap alatt elfoglalnák Magyarországot, meg ribancarcúnak nevezik a miniszterelnököt, plusz a magyarokat mindenféle hazátlan söpredéknek. Mondom, hát a jó édes anyádat, aki félig felbontott sertésmájkrémért szállott a tiszai pályaudvar aluljárójába. Na, hát ezeket kell ugye folyamatosan védeni, és a magyarokban meg lábat törölni is. Itt van a jó barátnőnk Cseh Katka, aki ebben iszonyatosan nagy szerepet vállal. De visszatérve Verhofstadtra, miért nem beszél inkább a folyamatos korrupciós ügyeiről, vagy arról, ami legutóbb derült ki, hogy mennyire fontos pénzügyi érdeke neki, hogy ugye LNG jöjjön, az amerikai cseh folyósított gáz, mert hogy neki ebből pénze van. Korábban még Putyinnal is találkozott. Nagyon jól el voltak. Most hirtelen megváltoztak a dolgok. Na hát, ezen kéne egy kicsit elgondolkodni. Na, koskos segfej! De igaz. És erre hagyunk is egy hetet, mert hogy mára ennyi volt a karanténblokk. Köszönjük, hogy minket néztetek. Iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsétek el azt sem. Jó pihenést nektek, jó hétvégét töltődjünk, és jövő héten ismét találkozunk.